Szóval itt, újra itt, és itten, itt. Mi esik 1600 euró? Egyre rosszabbak a fizetések miközben. Direkt arra megyek, hogy több legyen, de látod, valahogy szereznünk kell pénzt, méghozzá 100 ezer eurót, mert akkor kibővítjük a garást, aztán majd idővel felveszünk több embert. Várjál, már ez eddig nem volt nyitva. Pótkocsi böngésző. No many man. Ja, hogy 10-es szintű kell legyek. Mivel így igazából végig is vihetném a játékot, hogy folyton alszok a karakterrel, ami miatt ugye fejlődnek a sofőrjeink, ami miatt többet fognak idővel keresni, illetve a hitel is lassan ki lesz fizetve, ami miatt igazából idővel úgyis profitba megyünk, és mindössze nem kell csinálnom semmit, ami egy kicsit csalás, szóval azt mondom, hogy vigyünk el valamilyen... Wow! Na azért nem ennyire béna cuccot. Jó, azt elfogadjuk. Azt kivág elém! Mi a tök? Ez nem normális. Ezt így most miért? Egyenlő volt. Motorolajat viszünk hoppá. 8 óránk van elvinni, ami sima. Ahhoz képest, hogy milyen gyorsan száguldozok jobbra-balra. Felfejleszthetném a hogy gyors fuvar, vagy nem tudom, hogy hívják ott, ami gyors fuvarért ad több pénzt. Mert akkor azt folyton meg tudnám csinálni. Ajaj, ezt lehet külsőről kell vennem. Nagy szerencsénk volt, mert majdnem hozzáértünk a korláthoz. És az van. Hoppá, itt is van a napítel, jap, dél lett. Na de, hogy az van, hogy nem tudom, hogy azóta változott-e a játék, de régen, hogyha nagyon gyorsan mentél, és épp hogy csak megkarcoltad a korlátot, olyan szinten beleragadt a trailer, vagy nem is tudom mi, hogy visszapattantál, és abszolút összetörte a azért mindent, szóval... veszélyes neki menni ezeknek gyorsan. Láthatjuk, mutatja, hogy itt van egy ilyen fotós izé. Vagy nem tudom, hogy kell ezt csinálni. Ja, hogy mutatja. Aha, hogyha ráviszem a izét, akkor mutatja a sárgán, hogy Melki apátság. Kész. Csak hogy ez is meglegyen. Azt a kolbászárt neki, hogy mekkora lag volt. Betöltötte gondolom az új map részt, vagy nem tudom. Linz, meg is érkezünk, király. Látom Lince városára, wow. Ez kicsit gyors, de nem baj. Ja, itt le kell mennünk. Szóval annyira ne gyorsan menjünk. Itt jobbra. Érdekes egy város. Tudja, hogy voltam már itt régen, pár évvel ezelőtt, de tök rám emlékszek, hogy így nézett volna ki. Ó, menjetek már. Szerintem ott átférnék ott, de nem merem megkockáztatni, mert addigra zöld leszem úgyis. Rattul tetszik, ott vannak a házak, meg minden, ahova nem tudunk elmenni. Tökéletes. Ezt így kell. Oké, mindjárt szintet lépünk, amivel hát a kicsit több bónuszt kapunk, olyan tam. Van-e valami jó fuvar? Oh! Vissza kell menni, de miért? Várj, ez még többet ad pedig. Ah, viszont... viszont jóval hosszabb. Nem tudom, megéri-e 900 euróért menni még hosszabb utat. Az a baj, hogy leginkább kifele akarok menni, nem pedig a fele. Nézem, ez itt nagyon kanyargós, szóval nagyon lassan tudnánk eljutni a bubébe. Ez meg viszonylag egyenes, csak 20 tonna. Nem tudok dönteni. Viszünk mindjárt krumplit. Na jó, van, elfogadjuk, amíg mielőtt lejár. Tudnánk olyan volna, hogy nekem menni, megy már. Nagyon úgy tűnik, de nem tudom. Majd kiderítjük. Hű. Dacia. Szép ez a város, mi a fene? Tök jól megcsinálták, szerintem nem ilyen volt. Vagy hát nem emlékszek már. Tökre tetszik. Tökre más. Lehet ezért van kevés FPS-em, mert nagyon megváltozott. De jól néz ki, hogy rohadna meg. Nem így emlékszek erre, vagy nem tudom, tényleg. Nagyon jó. Wow. Sokkal nagyobb meg minden. Sokkal érdekesebb az egész. Vajon be tudok menni?
De ezt most csak a kedveteket ki kell próbáljuk. Oh! Csontul az ember, megy már! Wow, de ez rohadt jó! Nem emlékszek, hogy ilyen lett volna, és itt is van egy kiárat. Megy már, de menő! Ez tuti nem ilyen volt régen, vagy csak nagyon rossz memóriám van. De rohadt jó! Ez rohadt jó, hogy rohadna meg. ja, baloldali az enyém. Hát azt most nem tudom, hogy fogom csinálni. Ezt fel kell vennem. És azt mondja, hogy 20 tonna Stokes-ba visszamegyünk. 5800 euró. Itt túránk van, de kb. 2 óra alatt ott leszünk. Mekkora épületek, öcsém? Nagyon jól néz ki. Csomó izé, cső. De jó. Még jó, hogy visszajöttem RTS-re, ez tökre más szerintem, tökre megváltozott minden. Ja igen, az üzemanyagra figyelni kell, mert jó régóta nem tankoltam. Lehet, hogy beállítom azt, hogy valósághű tankolás legyen, mert azért kicsit OP az, hogy több ezer kilométert megyek, aztán még mindig van üzemanyag. Ez 20 tonna, 2000 vonatkerék, vagy mi a tököm, ez vasúti forgóvázja. Szóval 10 tonna per darab. Hogy a fenébe? Ez komoly. Hopp, ott valaki összetörte magát. Sokkal jobban megéri így külső nézetből körülnézni, mert nagyon jól néz ki minden. És ez egy több mint 10 éves játék amúgy. Nyilván azóta fejlesztették a grafikát, nagyon sok mindent változtattak, és mai napig nagyon sok mindent változtatnak, szóval... Most megelőző vagy nem előző, meg minden. Hoppá, bevétel, 458 euró. Etin, mi a fene? Érted? Értékes árura ment rá. Értékes áruval csak 400 eurót hoz be, öcsém. Ez az Etin kezd rosszabb lenni, mint Scarlett. Hoppá. Kigyulladt. Az ember meg úgy áll, hogy most mi a fene van. Nézd meg a falat is. Wow, jól megcsinálták. Ez egy tűzoltó autó, what the hell? De jó néz már ki, he. Végigvágunk mindenkin. Semmi sérüléssel, nagyon jó. Na jó, van, hagyjál már hozzájuk, se értem. Jó, szerencsére nem sérült a rakomány, mert kicsit óvatosabbnak kéne lenni. De hogy néz már ki, Bécs? Úgy néztek ki a városok ebbe a játékba, hogy nagyon alap. Alig volt benne valami. Pár utca is kész, de ez így... Mondjuk most is csak pár utca, de sokkal jobban néz ki. Nagyon-nagyon jóval jobban néz ki. Útkereszteződések is rohadt jó. Az egész map az olyan rohadt nagy, hogy lehetne csinálni valamilyen fajta ilyen Daisy-szerű, valamilyen túlélős map, vagy nem tudom. Egyszerűen rohadt jó. Hát az egy dolog, hogy ha messze mész az a úrtól, akkor nagy esél nem lesz ott semmi. Nem baj. Ups. Kicsit megsúroltam, de szerencsére csak a kamiont. Szerencsére nincs itt a trailer, ami itt volt az előzőleg. Még egy kicsit átra. Tökéletes. És szintet leéptem. Ami tök jó. Már lehet, ezt kéne, nem baj. Ezt most már kimaxozom. Nem sikerült a lakományszűrőknek, vagy a képzettségednek megfelelő munkát találni. Érted? És... De nem hiszem át, mert mondtam. Ráfejlesztek bazeg arra, hogy a értékes rakomány többet érjem. Bár itt nincs értékes rakomány. Lehet azért nem. Azért nincs most itt semmi jó nekünk. Pozsonyban még nem is voltunk. Ez komoly, elmehetnénk oda akkor. Nincs olyan messze, bár 18 perc múlva lejár. Vigyük ezt el gyorsba, mert végül is közel van. Bár annyira nincs, de Pozsonyban még nem voltunk, szóval még ezt menjünk. De le fog járni, 41 percre van, Jesus Christ. Alszunk egyet a karakterre, hát basszus, nem tudunk mit csinálni, amíg nem ad jó ezért, melót. Nem is mondtam az előző videóban, de hogy csak Iveco Stralisunk van. A sofőreinknek. Szóval, hogy vicces, nem baj. Megnézzük, hogy mik vannak azért. Kíváncsiak. 19 000 eurós Iveco.
rohadt sokat ment, és nagyon rossz állapotban van. Ahogy ez is. Viszont, tudjátok, mire gondolok? Ha ezt a hármat megveszem, és eladom azt a hármat, ami nekik most van, akkor lesz annyi pénzem, hogy vegyek egy izét. Ez 440 lóvas. Menj már. De úgy miért ilyen rohadt olcsó? Mi az, amitől annyira rossz lenne, érted? Mert állapot egy csillag az ötből. És azt látom, hogy a fékek minden alkatrészek kopottsága. Szóval az eléggé kopott. Most tudom, preview-val megnézni, vagy valami, hogy nem tudom, hogy a rosszabb kamion az vajon számít-e, mert Scarlett ugye nagyon kevés pénzt szerez, és nem tudom, hogy a kamion miatt, nem tudom, hogy tudom megnézni a kamionját, hogy milyen minőségben van, nem írja. Restaurálás. Köszönöm. Teljesen szétszerelik, és minden elhasználott elemét restauráljuk, hogy tökéletes állapotba kapd vissza. Jesus Christ. Nem tudom, hogy vajon kevesebbet keresnének el. Mert például Scarlett nagyon keveset keres, és nem mutatja, hogy milyen rossz a állapota ennek. Na jó van, ne vesztegessünk időt, én azt mondom, hanem nem lett plusz fuvar. Nope. Az komoly. 30 euró per kilométer. 244 kilométer. És 12 tonna. Az a baj, hogy nagyon messze van. Szóval, ja, aszunk egyet. Lucy, még nem találtam el ott. Na jó, ő keresi a legtöbb pénzt a cégnek, szóval elnézem. 800 euró. Etin, több ezer eurót kéne hoznod. Mi a tök van veled? 1500 euró. Scarlett. Hoppá, Scarlett. Na azért. Scarlettka. Lucy. Most mi van veled, Lucy? Hát miért nem? Pedig ő keresi a legtöbbet, szóval nem értem, miért csak 700 euró, de na mindegy. Úgy néz ki, Scarlett megjavul. Na nézzük, mink van. 24 euró, ez most komoly. Bár most 6000. Hoppá, itt van egy 30 eurós. De mire felérünk, addig el fog múlni. Hát figyelj, 6000 euró az azért nem rossz, 16 tonna. Elfogadjuk. Jesus, szóval van. Alul ott rejtőzködik. Tök jó hely az amúgy. Ez is ott a hold. Mint hogyha nagyobb oldal hold. Lehet, hogy ez van. Nem is tudom, mit viszünk, mindjárt megnézzük. Lehet megint motorolajt. Hiszen lehet, hogy ez valamilyen kőolaj finomító hely lesz itten. Na nézzük. Azt mondja, borsavat. Oké, szóval csak nem csak kőolajat csinálnak itt, hanem borsavat is. 16 tonna, van 8 óránk elvinni. Hoppá, ez egy Ford Mustang. Hát úgy néz ki, ezeknek a kőolajfinomítóknak azért van bevétele. És tök vicces, mert oda-vissza megyünk két város között. Tudjátok, mit vettem észre? Nézzétek meg, hogy mindjárt felváltunk. Jop. Ja, nem pörög el 2500 forlat számig. Szóval azt tudom, hogy a beállításokban van erre egy dolog, hogy milyen legyen a fogyasztás, vagy milyen fene játékmenet, vagy hogy milyen agresszív legyen a... Na, itt van. Adaptív automata váltó. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy ki van kapcsolva, pedig folyamatosan zöldbe vált. Minket nem érdekel most a benzin, szóval megnövelt váltviteli mód lesz. És akkor most megnézzük, hogy fog váltani. Vagy hogy fogunk gyorsulni. Errefelé még nem jöttünk, de most már megérkezünk, szóval... Aztán szerencsések vagyunk, akkor még pont marad egy 30 euró per kilométeres fuvarit, mivel elég gyorsak voltunk. De nem tudom. Az a Merci akadályozni fog, akkor lehet nem leszünk elég gyorsak. Az komoly, azt hogy csináljam? Meg lehet ott fordulni, nem? Most innen csináljam, vagy... De egy nincs időnk gondolkodni, szóval innen csinálom. Mindjárt a nap is fel kell addigra. Jó ez? Oké, király. Parking challenge, ez megy föl. Test drive limited, az is. Oké. Folytatás. És van itt egy 30 eurós. Hoppá. Ami ugyanúgy visszamegy. Majd a visszafutkálódunk, most komoly. De mégiscsak 30 eurós. Ráadásul nem is annyira hosszú, meg nem is súlyos.
Szóval hát elfogadjuk. 40 percre van. Öcsém, sietnünk kell akkor, mert valami egy óra múlva lejár. Oh shit, nekem nincs időm. Körforgalomra. Menjetek innen. Tökéletesen szabályos voltam. Arra jöttem rá, hogy iszonyatosan jól fék ez a kamion, szóval elég csak egy picit hozzáérni a fékhez. Mert hogyha nagyon benyomom, hogy lefékezzek, akkor igazából csak csúszni fogok, az meg nem jó. Hoppá! Megint. Megint. És visszajöttünk ugyanide, let's go! Tök jól néz ki, attól még a hely tetszik. Kicsit hamarabb kell benyomni a kézifékét, mert egyszerűen kicsit késik a csúszással. Néha megijedek, hogy vajon belemegyek-e a falba, vagy aktiválódik a kézifék idő múlva. Oké, és akkor itt van. Király, el is fogadjuk. Pá, be kell mennünk. De jó, be kell mennünk az épületbe. Ja, ott vár ránk. A kis trailerünk, király. Majd lehetne saját trailerünk is, remélhetőleg azzal többet szerzünk. Tök jó ez a plac, nagyon. Na de, mint mindig, ezt is megnézzük, hogy 12 tonna magas nyomású tartály. Van 8 óránk, 6000 izét ad, király. Bécsbe megyünk, a CNP céghez, azt hiszem. Hát, csak egy picikével agresszívabb a váltó, ahogy most így megfigyelem. De legalább könnyebben felvisz minket itt az emelkedőkön. Most ha nézzük itt bal oldalt a dolgokat, látjuk, hogy mikor fog váltani. Ezt úgy figyelitek, hogy alig megy a fordulatszám. Lehet, hogy valami emelkedőn voltunk, na mindegy. De ja, most váltott. Szóval csak egy, talán egy 100 RPM-mel később vált, szóval így nem olyan nagy a különbség, de hát elvileg gyorsabbak vagyunk. Na itt mi történt? Autó neki ment a kamionnak. Főkelt a nap. Very nice. Végre reggel van. Nem fogunk annyira akadozni a sötéttől, mert hogy annyi lámpa világítana. Mit jobbra kell menni? Jó, gyorsan lefékeztem, hát király. Szerencsére ki se csúsztam, szóval jók vagyunk, de a lényeg, hogy megérkeztünk. Van egy olyan érzésem, hogy nem csak hogy két város között, hanem csak két cég között megyek oda-vissza. Ez már nem is tudom, a hányadik alkalom, hogy ide visszajövök. Biztos már szeretettel várnak itten, már felismernek. Amúgy sokótoknak nehezen megy ez a reverse parkolás a trailerrel. Annyi titka igazából, hogy kormányt arra tekered, amerre szeretnéd, hogy a vége menjen. Szóval, hogyha azt szeretném, hogy a vége elmenjen jobbra, akkor eltekerem a kormányt jobbra, és aztán tolatok, és akkor láthatjátok, hogy elindul jobbra a trailer. Ha pedig balra megyek, akkor a vége pedig meg fog indulni balra. De jaj, ilyen egyszerű, nem nehéz az. 1800 azért már egy kicsivel többet szerzünk, mint annó. Nézzük meg, hogy mi van itt. Wow, hát nem sok minden. Jézus, szóval nincs semmi értékes, mert én nem akarok elfogadni ilyen izékat. Meg hát basszus, most ugyanúgy visszamenni Linzbe. Linz, ez pedig Bécs. Hát ez semmi összeg, szóval ránézzünk a kamionokra megint. Hát ha átlott valami, nem úgy néz ki, szóval. Bár azt hiszem ez a Scania nem volt még itt. 360 ló. Ez nem is rossz, amúgy hallod, de több lóereje van. Teljesen jó állapotban van, tök olcsó, tök jó nyomatéka van, menj már, szerintem meg is veszem. És pont van ennyi pénzem, mint hogyha az univerzum azt mondaná, hogy ezt meg kell vegyem. És ja, 310 lovas kamionok vannak, sokkal kevesebb nyomatékot bír. Én azt mondom, hogy el fogom adni Scarlettnek a kamionját, mert Scarlett keres a legkevesebbet, és valahogy úgyis parkolóban van, ami nem azt jelenti, hogy munkában van most jelenleg, ugye? Jelenleg pótkocsi nincs, jelenlegi rakomány, üzemanyag tartályok. Mi van? 9 óra múlva végez. Most ez baj, mert ki akarom cseréltetni a kamiont. Csak az a baj, hogy szerintem azzal megszűnik a jelenlegi melója, ami kétlem, hogy sokat keresni, bár ha megnézzük a naplóját, akkor láthatjuk, hogy azért már második ezerest hozta be. Szóval nézzük meg, mi történik. Azt mondja, eladjuk. Ja. És akkor gyors megvesszük neki az új kamiont. Ja. Stubló erő van minden. Vásárlás. Oké. Okay. Úgyhogy több pénzünk lett, és lett egy jobb kamionunk is. És nézzük meg a kedves Scarlett-et.
Egyre azt írja, hogy még mindig megvan ez a melója, állapot üres, de hogy most úgyis alvóban van. Tök vicces, izé. Elalszik az egyik kamionba, azt arra ébred, hogy egy másik kamionban van. Na mindegy, remélhetőleg, hogy ez remélem, hogy meg fogja változtatni a dolgokat. Mindenkinek megy le az euró per kilométer, szóval nem tudom, hogy miért. Na mindegy, remélhetőleg ez változtatni fog. Most megyünk egy kört. Van itt valami jó? Nincs. Hát csak ez van. De hát ez béna. De közelebb lettünk a 100 000 euróhoz, hogy fejleszteni tudjuk a lást. Nem akarok gyors utazni. Várj, mi? Ja, hogy ilyen olcsó a gyors utazás. Pótkocsi kereskedő, hoppá. Hoppá, ezt meg tudom venni. Nem kaptam e-mailt amúgy, hogy több fizetést kapok, hogyha saját pottal megyek. Nem tudom. Ezt meg tudom venni. És ebbe az a jó, hogyha széttöröm a saját pottom, az abból nincs baj. Csak az a baj, hogy nagyon kevés. Várj, kíváncsi vagyok valamire. Saját pottos fuvar nem mehet, nem nézhetem meg. Most vegyem meg, vagy ne vegyem meg. Azt max eladom később, vagy nem tudom. Sőt, tényleg, arra kéne gyűjtenünk, hogy először visszafizessük a hitelt, nem pedig fejlesztenünk. Most 20 000-et fel tudnék venni, ami elvinne minket 97 000 euróig. Van egy ötletem. Egy nagyon hülye ötletem. És akkor ezt vissza tudom fizetni. És tudom, hogy így nagyon sok pénzt veszítettünk, de sokkal kevesebb lesz így a shit. Annyival nem, de nem baj. A lényeg, hogy van egy kis... Egy kicsit jobban állunk. Ennyit kell beszereznem. 388 000 eurót, hogy ezt is ki tudjam fizetni. Shit. Oké, nézzünk valami jó melót. Nincs jó meló. Ami egyet jelent, hogy alszunk. Nem olyan nagyon fáradt a karakter, de... Bár lehet el kéne mennem még egy fuvart. Shit. Motorolaj 18 tonna. Na jó, van elviszem, mert akkor elég fáradt lesz a karakter, úgyhogy megérje a dolog. Hülye vagyok, észre se vettem, annyira beleolvadt a térképbe az a zászló. Ott van hátul a fuvarunk. Szóval azt még elviszem. Jesus, de lassan tolatok. Ja, amint felváltok 3-asba, levált 2-esbe. Az komoly, mivel agresszívan van a váltó beállítva. Na mindegy, ezt még elvisszük, aztán alszunk a karakterekkel, és akkor hátha most már profitáló lesz a cég, mivel most kevesebbet kell visszafizessenek. Visszafizessek, nyilván. Kifizettem egy jó nagy részletet, szóval most 8 000 helyett 6 000 eurót kell fizetni, szóval remélhetőleg most már tudnak annyit szerezni a munkások, hogy nem kell folyamatosan melózni. Motorolaj 18 tonna, jó keveset kapunk érte, de 8 óránk van levinni. Ebben a videóban szerintem nem is mentem máshol, hanem csak két város, sőt két cég között mentem oda-vissza. Ismerős ez a hely. Ott akartam átmenni a járdán. Átmenjünk most. Hát nagyon jókor. Pont most lesz zöld. Ezt én meg itt szerencsétlenkedek, mint egy... Nem tudom. Mint egy fuldokló hal. Egy ember, de nézzétek meg. Az ember ott jobb fönt már nagyon régóta ott van, azt hiszem. Szóval nagyon szereti. Az ott meg nyomkodja a tabletet. Hihetetlen, senki sem dolgozik a mai világban. egy kis balos, aztán jobbos. Tökéletes. Király, hát kaptunk egy kis aprót. A következő nél szintet lépünk. Van valami királyfuvar? Nincs. Ez súlyos rakomány, túl súlyos rakomány. 27 tonna. Hát figyelj, ezek is 24 tonnák, mi a tökön van itt, komoly. Mindegy, lényeg az, hogy most nem viszünk el semmit, beadhatjuk a karaktert, aztán remélhetőleg a cégünkben lévő sofőrök most már keresni fognak valamit. Most tudom, hogy hol lehet aludni. De sok ITC cég van itt, hát. Figyelj, ITC, ITC, mindenhol ITC. Jézus, mik ezek az utak? Azt mondja, hogy menjek el arra, és hogyha levágom, nem. Hihetetlen beelőzött. Easy. Be lehet vágni. És akkor itt jobbra be. De jó. Kis benzinkút mellett itt hátul van egy plac. Méghozzá itt. Király. Akkor állítunk mindent. És akkor slip.
fizetjük a dolgokat, és nem mentünk mínuszba. 600 euró etén, ha jól láttam, hihetetlen. 1000 euró etén, az azért kicsit jobb, de nem tökéletes. 3000 euró, Scarlett! Scarlett! Let's go! Már majdnem azon gondolkodtam, hogy Scarlettet kidobom. És nézd meg, hogy ő a legelső szerintem, aki 3000 eurót hozott be közel. Nézd meg, Lucy, ellustult. Túl jó szavakat mondtam neki, aztán ellustult. Hihetetlen. A napi hitel, ja. 3000 eurót hozott. Lehet azért, mert jobb kamiont adtam neki, mert amúgy nagyon nagy eséllyel lehet az a dolog, titka, hogy egy sokkal jobb kamionnal sokkal jobban tud teljesíteni. Ki gondolta volna? Ja, igen, és akkor azt akartam csinálni, hogy még gyorsan szintet lépek. Hoppá, ezt el is visszük akkor. 7000 euró, hoppá. Nagyon jók vagyunk, egyre jobban teljesítünk. Viszont van egy olyan kis probléma, hogy az üzemanyag hamarosan kifogy. Szóval, ha már itt vagyunk, lehet meg kéne tankolnunk, vagy valami. Köszönöm szépen, hogy nekem jöttél, mert végül is nem látta, hogy kimegyek elé. Hihetetlen, 2%-ról már felmentem 7%-ra. Hogy rohanna meg. 7%. Azt mondjuk még annyira nem sok, talán lehet, hogy majd kijavítatom valahova. De drága a benzin. Pontosabban dízelna. Azt a rohadt. ITC, hát már biztosan vártak már engem, hát ha, ki gondolta volna. Hát figyelj, hogyha ilyen jól fizetnek, mindig vissza fogok térni. Ja, ez az. Pá, ez lemegy Grazba. Érdekes, nem baj. Elfogadjuk. Ezt itt van telibe előttünk, már elkészítették nekünk idekintre. Most se kell mennünk az épületbe. Hogy megfordultunk? Hihetetlen. Tiszta profi vagyok már. Na most 3 óra lesz az út kb. 12 tonna, magas nyomású tartályt viszünk. Van 8 óránk teljesíteni. Ja, és jól fognak fizetni érte. Ó, hogy az a... Ezt így kell. Goodbye. Merre kell menni balra? Micsoda, le lett zárva az út. Hát ez nagyon szomorú történet. Kiégett egy autó. Hoppá. Oké, szerencsére nem a trailer törtük össze. Azt nézzétek, hogy kiégett. Na, takarodj innen. Közlebbi kameraállás nincs. Ez egy Audi? Vagy mi a tök? Annak tűnik. Nem tudom elrönteni amúgy. Ja, szerintem egy Audi, de aztán majd ti megmondjátok, hogy milyen hülye vagyok. Kicsit fura, hogy annak ellenére, hogy le van zárva az út, és nem tud errefelé senki jönni. Annak ellenére... Jaj, azért figyelni kéne elő is. Annak egy kis idő múlva elkezdenek ide NPC-k jönni. Hú, szerencsére még nem törtem össze. A járművedet elhasználódott, hogy mi van? Szonya, járműved, a jármű elhasználódott. Szervizelés javasolt, hagyjad már, még tökéletesen működik. Ja, mert amúgy a szervizelésnél is annyi változott, hogy most már nem csak annyi van, hogy megnyomod a gombot, hogy akkor most minden tökéletesen meg van szerelve, hanem elhasználódnak a alkatrészek, és tudsz dönteni, hogy vagy megjavítatod, vagy kicserélteted az alkatrészt. És addig tudod megjavítani, amíg az adott cucc nincs nagyon elhasználódva. Viszont ugyan nagyon elhasználódik egy adott része a kamionnak, akkor azt cseréltetni kell, és az sokkal drágább. Szóval most nem annyi van, hogy össze-vissza száguldozhatsz, és akkor összetörheted a kamiont, ahogy akarod, hanem 700 euró Scarlett nem ár. Az előbb milyen jó 3000 eurót hoztam, na mindegy, elnézem, mivel most már nem mínuszba hoz minket. Nem az van, hogy csak száguldasz, és akkor jaj, de jó, és akkor könnyen kifizeted a javítást, hanem elhasználódik a cucc, és akkor cserélni kell, és arról még nem tudok, hogy vajon bár mindent lehet-e cserélni, mert hogyha nem, akkor lehet azt jelenti, hogyha túl sokat összetöröd a kamiont, akkor lehet, hogy... Ez de jó. Meg se kellett várnom ezért. Szóval, hogyha túl sokszor összetöröd, akkor lehet, hogy ezért ki kell dobni a kamiont, azt újat kell vegyél, nem tudom. Szóval oda még nem jutottunk el, hogy ennyire összetörjem, de... Azt tudom, hogy ez is megváltozott. Milyen szép hegyek. Kicsit pixelesek, meg furák, de nem baj. Jól néz ki. Még egy fizetős útszakasz cucc.
És akkor ezt legszélén mindössze ennyi, hogy átgurulok, és akkor le se kell igazából lassítani, ez tök jó. Begyorsulom a buszt lejtőn. Ugye megérkezünk Grazba, ahol elvileg már voltunk, ja, csak most egy másik irányból jövünk, ja. Lehet lassítani kéne, mert le kell menni jobbra, úristen, közben állnak itt az autók. Merjem megcsinálni. Hát most már megcsináltam. Ennyi. Azok meg ott azt most lett az ődön, nem baj, most már előrébb vagyok. Valamivel, pár méterrel. Egy másodpercet izé megmentettem, tök király. Amúgy annak jön, hogy iszonyat sokat játszottam ezt a játékot régen. Abszolút nem ismerem fel egyik helyet se, szóval hogy... És nem tudom, hogy ilyen szinten megváltoztattak dolgokat, vagy ilyen szinten rossz a memóriám. Vagy mindkettő. Szóval, ja. Hoppá, 90 XP, ez jöhet is. És akkor szintet is fogunk lépni. Oké. Milliméterekig mentünk előre. Tökéletes, szerintem jó lesz ez. Bár egy kicsit rá kell húzni. Hát kicsit felde lesz, de nem baj. Tökéletes. Itt is van 7200 euró, és szintet léptem. Király. Bónusz az értékes rakomány után. Csak 1000 euró. Szóval itt nagy esélye arra kell mennünk majd, hogy távolságra, de most egyenlőre meg akarom nézni a Just in Time, mivel 300-600%-kal magasabb díjazását, az semmi. Mert hogyha minél távolabb megyünk, annál többet keresünk. Szóval, na mindegy, hát ezt akkor most már kifullozom. 30% lesz, és akkor következőnél rámegyünk a nagy távolságúra. Utána meg lehet, hogy a ökovezetésre, mivel hogyha nagyon sokat megyünk, akkor nagyon hamar el fog fogyni a benzin, ami azért drága. Benzin? Miért mondok mindig benzint? Dízelna. Hihetetlen. Anyways. Ő alszik. Etén, hogy rohadnál meg, de tényleg. Hogy följött? Most már mindjárt 2 eurónál van Scarlett. Lucy meg Etin nagyon sok euró per kilométert veszített. Hihetetlen Scarlett, hogy fejlődik, bár adtam neki egy jobb kamion, szóval. Hogy kevesebbet kelljen fizetni, én az egyiket visszafizetem. És akkor utána pedig rábízok mindent a emberekre, ugyanis igaz, még nem fáradt a karakter. Tegyük fel azt, hogy az, ahogy Jesus Christ. Hol vagyunk, de messze vagyunk mindenhonnan. Gyorsba suhanunk ide. Nincs véletlenül egy jó meló? Akkor már. Érted. 7400 euró. És máshova megyünk. Elfogadjuk. Az a baj, hogy már vége kéne legyen a videónak, de... Várjál. Hogy vagyunk? Itt fogadtam el, ja nem? Hát figyelj, 15 tonna hajt, hát akkor ezt már elfogadjuk, hogy most már a helyetet. Ez lesz az utolsó, esküszöm. Sőt, egy balos. Hopp, ott egy... Hello, villanyos. Az út közepén volt egy kis izé pukkanó, amit nem vettem észre. Szerencsére nem lett nagyobb baj belőle. Kis szágúrok, azt nem is figyelek. Véletlen. Na, közben kapom az tapasztalatpontot, amiért csak úgy vezetek pont nélkül. Ezen az úton egyszer már megcsúsztam. Mindig túl nagy sebességgel próbálom belenni. Király, sirály. Persze megint ugyanúgy vár minket. 15 tonna homlokrakodót viszünk, majd 8 óránk a teljesítésére, az út kb. 3 óra, és kapunk jó fizetést, király. Jó nagy gép. Ezt az a kis kamion meg elbírja, ez komoly. Az ott mi? Most már kíváncsi vagyok. Emi? Emi? Következő mérdő, állítsd le a motort. Ugye a következő látni valók aktiválásához. A Lavant viadukt. Bármit jelentsen. Aha. Király. Csak egy képet. Pont jön egy kamion. Wow. És ez most nekem miért jó? Beáll elém a kamion. De itt van valami torony. Az mi van rajta?
The heck? Hát ez unalmas, menjünk tovább, azt mondom. Jó, szerencsére az idő nem telt el. De nagy hírom vagyunk, he, csak most veszem észre. Szaladtunk van valami út. Komoly. 2000 euró, Lucy. Na. Csak izé, felé lett az ember. Azt hiszem ez a legelső 2000 eurója is ráadásul. Szóval szerintem elértünk egy olyan pontot, ahol a cég most már nem vesztegészséges. Csomó ideje megyek már, és még mindig nem értem oda, szóval így ez kicsit hosszú ez az út. Kicsit kanyargós, meg minden. Ja, elfelejtettem a távolságit bekapcsolni, így talán jobban láttok. Wow, látni innen a házakat. De jó. A havat a hegyen. Közben jönnének mögöttem, én megállok. Mint hogyha lettem volna már itt, de nem emlékszem. Hoppá, sávot kell látni. Vannak pára mögöttem. Hogy a fék most valamilyen nem nagyon akart lelassítani. Nem tudom miért, pedig elvileg 15 tonna az. What the heck? Nem tudom, a féket, mint az állat, azt nem lassult. Még jó, hogy tovább mentem előre, mert különben összetörtem volna jobban a kamiont. Meg talán a pótot, de szerencsére minden tökéletes. Megérkeztünk ebbe a nem is tudom hova, hova jöttünk meg. Milyen város ez? Biskovsen. Bármit jelentsen, nem tudok németül. Biskovsen. Hopp, izé van. De gyorsan kinyílt. Na is érkeztünk, 40 XP, öcsém, ez nem sok. Be kell állni egy ilyen garázsba, na menj már, ilyen se volt még. Azt melyik garázsba? De, hogy menj már innen, hülye szöveg. Hova kell beállnom, ide? Oda. Oké. Okay. Szerencsére akkor ez egyszerű 40 XP-ért, de... Hát ez komoly. Soha nem kellett beállnom így. Tökéletes. De jó. Meg a traktorok vannak, vagy mert tenni vele. 17 a 20-ból parking challenge. Nice. Fuvarokat most nem érdekel, de... Ú, de messze vagyok mindenhonnan. Hol vagyok? Nem kell itt legyen valami város? Hova jöttem én? Nincs is itt város. Ja, hogy Salzburgban már voltunk. Utazás megerősítése. És akkor mennyi idő el fog telni? Nem telt el egy perc se. Most azért, vagy mert olyan közel volt, vagy nem tudom. Hol vagyok? Ja, ezt akkor hogy most meg tudom nektek mutatni, hogy mutatja alkatrészek kopottságát, az alkatrész cserével javítható. Elhasználtság. A teljes nyelmű használatosat, kopozását, kupását jelzi. Teljes restaurálással javítható. Ó, az a izé, amit mutattam az előbb, hogy valami 130 ezer euró volt az egyik kamionra. Átlagos károsodás javítása, vagy alkatrész cserével javítható. Szóval, ha most mindegyikre a javítást rakom, akkor a kamion állapot jelentés lemegy 9%-ra, és meg lesz javítva, I guess. Meg hát ez itt a vezetővülke, ez engem nem érdekel. A fékek az fontos, lehet azért, mert hibás lett a fék, nem tudom. Alvász fontos, sebességváltó fontos, ezek fontosak. Szóval az vezetőfülkét nem javítom meg, mert kit érdekel, érted? Főleg, hogy az sokat tört. Megerősítés. A csere pedig, hogyha megnézitek, hogyha nagyon össze van törve, akkor azért van különbség, de viszont a 200%-ra levinni a szét dolgot. Hogy kifizettem a másik 10 000-et, és akkor most már csak 5700-at kell naponta szereznünk, ami egyszerű lesz nagyon. Szerencsére szerintem a sofőrjeink már tudnak annyit keresni. Van 2900-unk, slip. Etin! Mi van veled, Etin? Nem hiszlek el. 800. Etin, mi a tök? Mi az, hogy 800? Te vagy az értékes rakomány. 400 euró Scarlett. Nem jók a dolgok. És ennyi. Hát jó. Hát figyeljetek, már ennyit. Én azt mondom. Innen folytatjuk. Azt ja. És akkor találkozunk. Legközelebb. Na, hello, hoztok.